A harmadik alkalommal megrendezett gulyáspartin ott volt a 800 fős település, apraja nagyja. Nagyon örülök annak, hogy Nagytáján egy viszonylag kis faluban ilyen rendezvényeket tudunk csinálni, és minden rendezvényünk szinte várakozáson felül sikerül. Pontosan ma 2 hete csináltunk egy Jerikó Zarándok névre keresztelt közös rendezvényt az egyház közösséggel, és nagyon szép volt, nagyon megható volt, nagyon örültem annak is, és nagyon örülök annak is, hogy most itt ennyien kijöttek, és együtt ünnepel a falu. Amikor a képviselőtestülettel első pár ülésen gondolkodtunk azon, hogy csináljunk-e falunapot, vagy egy közösségi rendezvényt a falunak, az ugye nem volt kérdés, hogy rendeznünk kell ilyen falut, az viszont igen, hogy mi legyen akkor a neve, hogyan kezdjünk neki hosszú évek után egy ilyen falunap rendezésének. És amikor mindent összeraktunk, hogy azt szeretnénk, ha egy szabadtéri rendezvény volna, azt szeretnénk, hogyha igazából szabadtűzön főzött ételek lennének, azt szeretnénk, hogy népszerűek is legyenek magyar emberek körében ezek az ételek, akkor nem nagyon volt más lehetőségünk, csak azt, hogy gulyást választunk. És tehát egészen egyszerűen, amit szerettünk volna, az rávezetett bennünket arra, hogy mi is legyen, mik is legyenek itt tulajdonképpen az ételek. Nyolc főzőcsapattal indultunk el. Hát itt a főzőcsapatokról annyit, hogy civil szervezetek, Maklár község önkormányzata, természetesen Nagytáj község önkormányzata és a többi civil szervezet alkotja a főzőcsapatokat. Mind a gulyáshoz kötődő étel, magyaros gulyás ételek gyakorlatilag. Aztán kísérő programokkal kapcsolatos annyit szeretnék elmondani, hogy délben indult egy ilyen kettcsináló turné zenével körbe a falun, ahol én egy szintetizátorral végigzenéltem a falut, és úgy próbáltam invitálni az embereket a ma délutáni rendezvényre. És nyilván természetesen a színpadi fellépők, sorolhatnám, itt nem szeretném végig sorolni, mert ugye biztosan kihagynék valakit és megbántanék. Nagyon, nagyon színvonalas, pont most hallom, hogy jön be a felsőtárkányi fúvós zenekar, ők az egyik fellépőnk. Sikerült egy Guszona községgel aláírnunk egy megállapodást testvértelepülési kapcsolatok ápolásáról. Itt a háttérben látható a tűzoltó csapat által létrehozott habparti, ugrálóvár, kosárhinta a gyerekeknek. Tehát igyekeztünk úgy a falu apraját és nagyját is lekötni.